Jó napot vagy jó reggelt mindenkinek. 10 óra van, és 2023.06.03-a van, szombat. Indulunk valamerre motorozni. Még pontosan nem tudom, hogy mi lesz az úti cél, de Szentendre, Annácska. Jó lenne. Ez jó lesz? Akkor elmegyünk a Duna felé, Szentendre. Nézzünk, hogy milyen rendezvények vannak arra. Gergő nem tud jönni, Jani nem tud jönni, úgyhogy kislányommal, Annácskával megyünk most. Álika is tanul. Úgyhogy hát az idő egy kicsit hűvös van, de amúgy kellemes egyébként, fúj a szél egy picit. Tehát ez így eddig teljesen jó. Ennél rosszabb ne legyen. Úgyhogy akkor nem is tudom, hogy mennyi benzin van a motorba, vagy a tankba. Na, tankolni kell, még lenullázom a kilométert. A mai napon meglátjuk, mennyit fogunk menni. Úgyhogy akkor hajrá! Tankoltam a motort. Annácska, kész vagy? Készen. Szuper. Lesz. Jó lesz, igen, az autópályán, 21-es úton, M3-ason keresztül megyünk Szentendrére, meg nézzük ezt a skanzent. Azt írják, hogy ilyen ingyenes tárlatvezetés van, ma meg holnap. Utána meg majd ott a Dunaparton valószínű körbe megyünk Esztergom felé és a másik oldalon haza. Úgyhogy ez lesz a mai terv. Hát az autópályán ott sokat nem fogok kamerázni. Majd inkább ott a Duna környékén. Úgyhogy akkor hajrá, megyünk tovább, megtankoltam a motort. Vettem pályamatricát, 5720 forint Pest megyei éves motorra. Úgyhogy akkor ez most már így rendben van. Akkor gyerünk.
Ó, sok kocsi van. Az. Akkor megérkeztünk ide a Skansenhez, Szentendrére. Érdekes, hogy ma milliószor mentem el egy Szentendrén keresztül, de még soha nem álltam meg itt a Skansenni, hát most Annácskával akkor szétnézünk. Jó nagy forgalom volt, ugye? Nagyon sokan voltak. Nagyon sok autó megy. Hát ez igen, van. Innen menekülni kell inkább, mint idejönni, de most idejöttünk. Már úgy értem, hogy a Pest agglomerációja, de bemegyünk, szétnézünk akkor, hogy mi ez a Skansen. De Roki. Minden szupi, jó idő van. Nagyon. Itt sokkal melegebb van, mint a Salgótarjánba, amikor indultunk. Igen. Itt rendesen melegen van. Úgyhogy mennyi kilométerre vagyunk? Azt mondjuk, itt jöttünk. Azt mondja, hogy... Hát 119 kilométerre van ez. Akkor pakolunk és megnézzük, hogy mi a helyzet. Akkor nézzünk szét. Bejárat, várjál. Bejárat arra. Úgy néz ki, nem bejárat. Vagy hogy van itt? Nem, mi? Hol, ott kell bemenni? Szerintem úgy. Nem voltam még itt, soha, azt mondom, hogy már számtalan milliószor elmentünk itt Szentendrén keresztül, de még soha életemben nem voltunk itt, nem álltam meg a Skansen nevű helyen. Úgyhogy most akkor... De nem tudom, itt rengeteg autóval, de hol vannak belőle az emberek? Igen. Hol egy magyar óbokor. Tessék? Hát nem tudom, majd megkérdezzük. Gondolom. Jó napot! Ez itt a bejárat, ugye? Igen. Ugye? Igenes tál lesz vezetés, kisár, 14 óra. Bringatóra. Hát mindegy, szétnézzük. A felső Tiszavidék, uh-huh. A felföldi mezőkváros. Tehát úgy ez a terület, ez ilyen Magyarország tájegységekre van, vagy magyar igen, tájegységekre van? Igen, tehát mondjuk Dél-Dunántúltól Bakony-Balaton felvidék, észak-magyarországi falu. Tehát körülbelül 8 tájegység, aha. Ez az északi régió, ez a déli, ez a nyugati, ez a Nyugat-Dunántúl, ez a Bakony-Balaton, és ez a Kisalföld, ez az alföldi mezőváros. Uh-huh. És itt az út túloldalán van Erdély. Aha. Ez ugye? Igen, 1920-as évek. És akkor most itt vagyunk, ugye? És ez a kör. Uh-huh. Aha. Itt vagyunk jelenleg, jó? Aha. És én ajánlom, hogy jó szívvel, hogy menjenek át Erdélybe, most itt ugye ez a rendezvényes, és elindulnak, felső Tiszavidék, és itt van egy határátkelő rendszerváltás előtti idő, megy át Romániába, igen. Leveleket készítsenek, jó, és akkor élő történelem, jó, itt a város helyszíneken, eredeti porták láthatók, illetve van egy unitárius templom, egy művelődési ház és egy iskola. Akkor. És akkor itt ehhez közel megtalálják a felföldi mezőváros, ez az északi, ez a tokai rész, ez is gyönyörű, itt vannak az ismertetők, ja, igen, látom. Itt vannak a kiállítások, hogy milyen kiállítások, uh-huh. Jó? Uh-huh. Tehát, hogy határtalanul, vagy a test határai, az ünnepekről. Uh-huh. Ahol van még élő történelem, most Malomjéve van a Skansenban, a Bakony-Balaton, ez a 8-as számú. Uh-huh. Itt van ez a Nyirádi vízi malom, gyönyörű ez a tájegység önmagában is. És 12 óra 40-kor, ha esetleg gondolják, írják föl, ha érdekes lehet, igen. Vagy a telefonban mindegy, bármelyik. Tehát a malom, ez a 8/1-es nyirádi vízi malom, aha. És ott is van élő törített. Beindítják a malmot, őrölnek igen. Vele, és meg tudják nézni,
igen. És akkor a színészek egy kicsit mozgalmasabbá teszik ezt a folyamatot. Illetve a Kisalföld tájegységen 14 órától van tárlatvezetés. Aha, tehát ez szakszerű ebben a tízesben. Ha itt bejönnek, ez a pont a másik irány, tehát hogyha odaérnek 14 órára, akkor itt a tájegység bejáratánál van egy térkép, és ott fognak a tárlatvezetővel találkozni. Értem. Akkor elindulunk erre a határa átkelőn át, és Erdély. Igen. És ha van kedvük vonatozni, az Habatortán egy régi motorvonat jár, átszeli a skanzent, jó? Aha. És akkor ezek a megállók, itt a végpont, és akkor bármelyik megállónál van egy menetrend, hogyha ez csak egy döntés, tehát hogy abszolút bejárható, ez inkább kalandnak minőség, hogy egy ilyen régi motorvonaton van egy hangulat ennek az a biztos, hogy van. Jó? Mert ahogy látom, itt elég sok időt el lehet tölteni. Az ifjú hölgy elnézést, hogy 26 év alatti? Igen. Mert akkor ma ilyen be lehet menni, meg nem tudom... Már megvettük a jegyet. De hogy? Mert jegyet vettek? Igen. És nem kérdezték meg, hogy... Nem. Megkérdezzük, és melyik kollégámnál vették? Itt a legelső Na, megvettük a jegyet, aztán utána mondta később az információnál, hogy nem kellett volna Annácsának, mert 25 év alatti, de a pénztáros ezt nem mondta, úgyhogy korrekt a tájékoztatás, ez mindjárt egy rossz pont, de végül is az információna ott hagyhattuk a sisakot és a kabátot. De hát ezt nem értem, hogyha ott állunk a pénztáron, hogy miért nem lehet mondani, hogy milyen feltételekkel lehet jegyet vagy kedvezményt kapni. Úgyhogy itt akkor elbuktunk rögtön 3000 forintot. Az embernek egyből rossz lesz a kedve. Nem is értem komolyan. Hát igen, ez elég nagy terület, ahogy itt a térképen is mutat. A hölgy. És akkor arra kérünk, hogy... Akkor van ott egy kinagyított térkép is. Ja. Igen, itt van egy kinagyított térkép. Itt van. Akkor arra kell majd menni. A vasútállomás, ott voltunk az előbb, és akkor ott jött a szökőkút, amire nem volt víz, és akkor most ott vagyunk a Pihosnál. És akkor jobbra felé megyünk. Várjál! Mert Erdélybe megyünk. Igen, arra. De várj, de úgy mondta, hogy ott van egy kis határátkelő, vagy micsoda, imitáció. És hogy arra valahogy. Hát vagy úgy, hogy egyenesre, és akkor jobbra. Aha. És akkor először a felsőt a szemügyben. Akkor... Ja, igen, tényleg, ki van készítve. Még bogrács is van ott. Meg itt szól valami zene. Fogadó. Étterem este. Ja, igen, lehet enni. Miket lehet itt tenni? Zöldség, palacleves, töltött paprika, kapros tejszínes, csirkemelcsíkok, rántott hús, burgonyapürő, sült kolbász. Mondjuk az nem rossz. Akarsz kaján? Hát meleg lett, de akarsz? Hát majd vagy egy valami tenni. Vagy itt, vagy lent a Dunaparton. Hát akkor a Dunaparton, nem? Hát nekem mindegy, hogy akarod. Ugye?
vagy akarod? Hát gyerünk. Gyerünk, nézzük meg ezt a régi házat. Na, itt van valami régi típusú ház. Kóház. Hajdú Bagocsi Porta. Kisnemesi hatásokat tükröző lakóházat 1835-ben építette Bagocsi Szántó család. Aha, eljöttünk balra. Aha. Itt vagyunk. Aha, eljött. Hát, jó, ezek a volt íves. A ház 1867-ben nyerte el ezt a formáját, amit most látnak. Bagoson, nem tudom, olvastak el, mert Hajdú Bagosról származik az épület, igen. Elől az utcafronton, bár nem a közvetlen az utcára van építve a ház, előkertje van, ez a tiszta szoba, és akkor a hátsó szoba az, amit a család lakott. És a hátsó szobába, tehát az állandó lakott szobába, ott már van egy rakott hűszer, azon főztek és sütöttek télen, amikor jól esett a meleg, napot kívánok. Különben nyáron pedig a két szobában lévő kemence patkáján főztek, tüzet raktak, és arra állították a lábast, a lábakon. Ja, hogy az is kemence, meg ez is. Igen. És ez nagyon érdekes, ez a baloldali kemence az, amit az állandóan használatos szobában van, ugyanis a rakott tűzhelynek és a sütőnek a füstje úgy van kanyarítva, kemencén keresztül érkezik ide, tehát nincs külön füst elvezetése. Igen, ennek a helységnek akkor van egy húzatja, és akkor kiviszi a... Aha. De elég nagy égéstere van ennek a kemencének, hát ez hatalmas belül. És ennek az agyén döngölt föld, ugye? Döngölt agyag, igen. Hogy agya, aha. Fejlődés. És akkor még a házépítésről, amiben nagyon-nagyon izgalmas, szerintem úgynevezett fecskefalú ház, nem tudom, hogy ismerik ezt a sár rakásával hozzák létre, azért fecske, mert hogy rakják egymásra, meg az udvaron megtapossák a sarat, amikor jó minőségűnek találják, akkor az előre kijelölt fal felületre elkezdik fölhordani lapáttal, hogy hívják, a villával, stb. Módon, tehát magyarul semmiféle ilyen más eszköz nem használnak, azzal általában nem hagynak rajta nyílást, hanem úgy rakják. Eleinte 80 cm, 1 méter széles a fal alja, nincs alapja egyáltalán, és megépítenek kb. 60-70 cm-t, és akkor hagyják kicsit ülepedni, és akkor úgy folytatják. Ugye az oldala ezeknek a falaknak nem egyenes, ezért ásóval egyenlésítik meg, vagy formálják meg, és amikor megépült az egész, akkor utólag vágják rá nyílásokat baltával, vagy valamilyen olyan eszközzel, amivel meg tudják tenni. Nagyon jó minő, tehát nagyon össze tud száradni, nagyon nehéz rajta lukat vágni, és az érdekessége ennek az egésznek az, ugye nincs alapja. Hajdú Bagos is kicsit vizes terület, de vannak az országnak sokkal-sokkal vizesebb területei, ahol ugyanilyen módszerrel építettek, például a Kisalföldön is van, és ott Rábszakapén volt egy kutatás ezzel kapcsolatosan, és kiderült, hogy a településen így megépített házak 80%-a 100 év múlva még ugyanolyan állapotban volt, mint amikor megépítették. Pedig nincs alapja, víz veszi körül, és működik. És javítani ezeket a... Hát javítják, ott is volt, leütik, nem tudom én, messzelni mondjuk minden évben legalább kétszer. Vagy hozzátapasztalnak, hogy milyen módon? Nem tapasztalnak hozzá, sem. Nem. Ha olyan állapotba kerül, akkor azt megbontják, és akkor újból elkezdik visszaépíteni.
ami nincs olyan ág, vagy hogy amelyik nem bírta volna ki a 100 évet, amint a kutatás, azok már megszűntek létezni. Tehát tulajdonképpen a kutatás csak azt mutatta meg, 1935-ben volt ez a kutatás, hogy csak azt mutatta meg, hogy a meglévő épp házaknak 80%-a olyan, ami 100 évvel előtte épült. Tehát, hogy csak ezt azt nem tudjuk, hogy hogyan volt. Egy dolog biztos. Nem építettek 20 méter hosszú házat ilyen módszerrel, hanem először megépítettek az alapot, ahol az a kis család fog élni, aki éppen akkor ott élt, és akkor ahogy megnősült a gyerek, férhez ment a lány, nem tudom én, és akkor toldottak hozzá. De akkor az mindig úgy zajlik, hogy nem kötik össze a két házat, viszont folyamatában építik, és akkor kívülről, amikor a kicsi agyakban, vagy valamivel elsimítják az érintkezést, akkor az kívülről már nem látszik. És akkor ez volt itt a lakószoba? Ez volt a lakószoba, igen. Útról, akkor lássák, rend van, gazdagságban, jó magasra van vettem az ágy, bútorok is jobb minőségűek, és ha lány van a háznál, akkor meg még, hogy ez egy jó házasság lesz ebből a dologból, tehát, hogy egy nagyon sok funkciója volt ennek a történetnek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, az is valamilyen régi gazdasági épület. Ez ott meg szélmalom van. Igen, ott van a szélmalom. Nagykőrösi kékfestő műhely. Nagykőrösről áttelepített épületben egy századforduló környékén működő kékfestő műhelyt mutatunk be. A nemesi családból származó Vladár Boldizsár 1860-ban nyitotta meg kékfestő műhelyét Nagykőrösön. Nem tudom, a kamera ezt a fény különbséget tudja kezelni. Na mindegy, ez így néz ki. Itt vannak valami kemencék, meg itt van. Hát azok, én nem tudom, ezek a tartályok. Gondolom, abba merítgették bele a... Ja, itt nézd, ott azok a anyagok ott vannak. Aha, tényleg. Azok úgy merítették bele. Aha. Az igen. Micsoda faszerkezet. Mozgatta az egéket. Kisebb raktárból, a hangolból végül is gondolom, hogy lehet ezeket a merítőket, nem? Micsoda? Hát a merítőket hozzá tenni. Hát én nem tudom, hogy... Itt az forgatta, és akkor úgy forgatta. De ott emelt, az kimegy be valamit. A fogas felét áttételtem azt a mozgásba. A szekrény oda-vissza gördülését a váltó kapcsolásával biztosították, s a mangordó szekrény súlya alatt gördülte felcsavarva simultatja a hibásznak. Mangordló vagy.
Na, gyerünk tovább akkor. Ez itt állomási épület. Indul a bakterház. Mi? Milyen épület? Hát ez szerintem valami, mint az állomás. Őrház. Azt mondom, én állomás épület, hogy őrház. Kemence. Kemence is van. Aha. Gyerünk ott még arra, azt majd a malomhoz visszamegyünk. Ja igen, Alföldi mezőváros. Igen. Utcasor az Alföldi mezővárost bemutató tájegység része. Ja igen, és akkor gondolom ez. Aha. Itt még a kis vasút. Az járhat, amit láttunk, de elég igen. Jó lejtése van ennek a sínnek. Igen. Nem vízszintes. Skansen pékség, hagyományos sós és édes péksütemények. Izsáki pékműhely. Nyeregtetős cseréppel. Bács-Kiskun megyei Izsák településen található pékműhely mintájára épített múzeum. Gyovai Ferenc sütedéje, házi kenyér. Még lehet is kapni, nézd már ezért. Na jó. Van valamit. Hát valamit. De kény helyben süt. Ott valahol itt ez működik. Hát, ez a... Hát, jelöl készítik, és ugye itt megsütik. Aha. Aha, én kérek egy sós perecet. Egy olyan jó sósat tessék nekem nézni. Én is azt kérek. Az jó. Akkor mindegy, de... Úgy látom, bankkártyával ki lehet fizetni. Na. Vettünk egy-egy percet, meg kóstoljuk. Na, ott a padra le is ülhetünk, szerintem. Jó sós percet kértem. Azt mondja a hölgy, ugye itt sütik. Akkor... Milyen a perec, Annácska? Finom? Jó. Jó. Aha. Ott van. Látom, azért jó, sokan vannak rajta. Igen, és ez jó kis lejtő, ez a lejtős sín. Gyerünk. Vegetáriáni vonalon, hogy gyerek másképp. Hát, Sagó-Tarján 60 között is ilyen sebességgel megy a vonat. Körülbelül. Úgyhogy... ahhoz képest egész jó. Ennyi a régebbiek vannak ott. Tarján. Jó. Szép volt. Hát nézd ott, mert milyen birka, racka vagy. Igen. Nem, így. Van ott még. Szélmalom. Don Quixote. De la Mancha. Jó nagy szélkerekek vannak rajta. Köszönjük szépen! Igen, köszönjük! Viszlát! Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Ez elméletileg működőképesen van építve? Gyakorlatilag is. Gyakorlatilag? Igen, teljesen működőképes. Aha. És minden részlet megegyezik a...
Hát, talán csak a Molnár nem. Aha, értem. De egyébként igen, tehát törekednek a múzeológusok, hogy teljesen eredeti valójában jutassuk meg. Aha. Ha, ez a kis konyha. A korabeli konyha. Igen. Mi? Jó. Tehát akkor most ez a malomnak ez a része, ez ilyen lakó rész? Vagy? Igen. Itt a család története szerint bizony három gyermek és az anya aludt abban a szobában. Igen? Bizony. Itt az 1940-es éveket mutatjuk be. Itt ebbe? Igen. Aha. És hát ugye az iparosodás kiszorította az üzletből ezeket a hagyományos malmokat, ugye a közgépek, a benzinmotorok, azért hát a malom tulajdonosa, ugye Koprivánoc Péter annyira leszegényedett, hogy ide kényszerült költözni az egész családjával. Mert egyébként ugye nem ez volt a jellemző a Molnárokra, ugye még visszamenőleg az időkre. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez, ugye ez egyedi akkor ez, ahogy ő költözött, meg kialakította ezt a lakórészt a... Igen, hát ugye azért előfordul ilyen És itt fönt? Itt fent vannak az örlő malomkövek, ugye itt van egy keresztmetszetiről, sajnos nem lehet felmenni, de ugye itt is mutatja, itt vannak az örlő malomkövek, két pár is van, ez a csík, meg ez a csík, mert ez a két vas tengelyen, amit itt láthatunk. Ja, itt, aha. Ugye, konkrétan azok olyan szép, hogy a vas tengelyen nyugszik a forgó malomkő. Aha, aha. Hát jól lett volna fel lehet menni. Hát igen, sajnos az iparosodás az üzletből szorította ki a malmot, az embereket az emeletről pedig a szigorú szabályozások, mert nincsen korlát a lépcsőn. Úgyhogy életveszélyes a lépcső, ezért nem szabad felmenni. Komolyan az életveszélyes? Ezt nem lehet kipüszöbölni? Gyakorlatilag nem életveszélyes, csak ugye papíron életveszélyes, mert nincs korlát a lépcsőn. De... És hogyha egy ilyen autentikus kötél lenne? De nem lehet, mert nem volt. Ja, értem. Ja, hogy... Ez az ördögi ja, de az egy kötelt idegen is ki lehet. De akkor az már nem lenne, az volt a kérdése. De mi megbékélnénk vele. Minden eleme. Akkor az a kötél, már mondtam. De mi megbékélnénk vele. Kukoltani persze. Na, köszönjük szépen. Nincs mit. Viszontlátásra. Hát csak hú, az nagyon jó. Ó, nagyon jó. Neked mi is akkor ugye a törött a igen. Na. Napozna. Mindegyik ugyanúgy fekszik. Ja. Milyen szép kis karók van. Mindegyik ugyanúgy fekszik. Hát nem idegeskednek nagyon. Hát nekik én csak hukkod. Jaj, de túl. Oh, de túrják a fejüket. Oh. Milyen szép a számú. Információs tábla nincsen? Nincs, hát lehetne pedig. Csak itt van valami. Nagykunsági állattartó tanya. Gazda szeme hizlalja a jószágot, tartja a mondás, és ez igaz, múzeumunk állattartó tanyájára is. Házi sertés. Nem, ja, tényleg. Jaj, de sok kicsi. Kis fekete a pupac tetején. Oly, de szopna. Állattartó tanya. Mm-hmm.
utcától utamnak. Igen. Tannak a halmok. Ne menjünk el arra. Mi? Micsoda? Nagyja van ott. Ja? Parlagi kecske. Hát egy kicsi, ez a kisebb. Aha. Ha, jó napot. Nem parlagi kecske. Kecske lak. Aha. Jó napot. Középen. De sok, de nagy baj van. Jó, megmondtad. Ott egy nyúl. Egy nyúl az elő. Ott van egy nyúl. Egyedül tartja a frontot. Jó étvágyat nyúl úgy, hogy hogy de sziaszt a felállt előre. Van neki kis itató. Hajnalka. Olyan kis szamaras kordé. Na, állattartó tanya, ennyi, ott megy a kis vonat. Ja. Menjünk tovább. Azok még ugyanúgy napoznak. Itt nagy változás nincs. Itt, ezek ugyanabban a pózban vannak. Nélkül. Hogy? Tízes? Igen, ez a tízes. Kis Alföld. Kis Alföld. Kis Alföld. Há, ilyen szép kis kápolna. Nagyon. Ja. Ezt mondja, észak-magyarországi falu tájegység. Kis Alföld az ország északnyugati részén, a Duna mentén folyókkal szabdalt síkság, mert a peremvidéken dombságok szegélyeznek. Középkori falvaink hálózatát Győr és Komárom térségében a törökkori harcok megritkította. Jöjjünk be először a templom. Szépen meg van csinálva. Gyere. Gyertyamártás. Fényháza. Na basszus. 1858. Az volt kiírva. Be lehet menni.
Igen, itt is olyasmi. Aha. Ezért van kemence. Jaj, milyen szép belül. Meg ez. Aha, tényleg. Jó, ez a cserépkája, ez nagyon szép. Nagyon szép. Itt milyen jó idő van. Nagyon szép belül. Gyertyát gyertyát és, de már mehet, lesimítod, azaz, és mehet oda bele. Jó, ott vannak a gyertyák. Aha. Így mártogatják a gyertyák. Igen? Igen. Na, hol csináltam? Valahol csináltam ilyet. Itt mi van? Ilyen fa. Ja, hordók meg. Ja, itt be lehet. Aha. Ja, fényháza. Tűzgyújtás. Tűzgerjesztése körül is munka, azért háztartások. Na mindegy. Ja, aha. Ja igen, hogy fejlődött gondolom a világítás. 49, 60. Ja, ott látod, egyre fényesebb a 80. 9. Visszanézve a 40-re. Hú, igen. Igen, ja. Az 90-ben vagy olyan. Kísérletek. Fény, fény. Egy nap a faluban. Várjál, itt van, hogy egy nap a faluban. Mondjuk nézzük, azt mondja 6 óra, 1880-as évek, 12 óra. Jaj, így mutatja. Aha. Ja. Mindegy, ez a videóját. Olyan, szerintem olyan. Igen, mert most a 12 órát nyomtuk, meg most ebédel. Aha, de akkor jó, jó itt van. Jó. Na, ötletes. Az új lámpákat, ötletes, jó. Gyere. Petrólem, lámpa. Milyen szép a lámpa. Örök mérés. Ezek hogy... készítettem. Aha. Micsoda? Ezek szépen. Aha. Igen. Csak erre. Itt. Aha. Ráhelyezett a kocsikra, a gyalogosok vállára ijesztgette őket. Mikor a lányom született, a férjem katona volt. Mindig hívtam magamhoz valakit, mert a tanyákon minden éjjel láncos ember ült el az ablak előtt. Hát ez mi? Ez a mozi? A láncok minden ahogy csöngettem. Utána jó ideig volt a tanyában. Így mondják, hogy láncos mérnök volt, aki meghalt. De nem tudott nyugodni. A földet mérte. Lámpása is volt. Igen. Bábszínház felújítás miatt nem látogatható. Ha, jó. Na pedig ez jó lett. Érdekes. Hát akkor nem látogatjuk. Ha,
Ez a nádból, még majdnem teljesen, mint a nádból lenne, de nem lehet bemenni ide sem. Ez mi a kasztófa? Ja, nem, azt hittem kivégző hely. Itt. De nem. Nem, szerintem ez ilyen. Azokba se lehet bemenni. Azokba se. Nézd már, ott a tetején a szekeret. Mit csinál? Tudom, minek raktál oda. Hát nézzünk be ide ebbe a szekért tetejünkbe. Hú, hát tényleg itt, hogyha egy szikra is elment itt a régi időkben, tényleg leégett minden, mert hát ez szerintem ezek a náb, száraz deszkák, ezek aztán, ez ilyen csűr, ilyen kocsitároló, nézd csak ilyen... Kocsik és szekere. Szekértároló. Ekhós kocsi. Ekhós szekér. Deszkás oldalú teherszállító kocsi. Leveles sarogjás szekér. Ez mi? Személyszállító kocsi, tessék, Annaska. Na jó, ez már jó. Személyszállító kocsi. Úgyhogy ez... teherszállító kocsi. Ez a személy... Igen, ott a klímás is. Szállító. Úgyhogy... jó. Kasos teherszállító szekér. Nem sok különbség van mondjuk a személyszállító meg a... Igen. Úgy nagyjából szinte semmi. Jó, jó masszív. Meszes teherszállító kocsi. Aha. Jó masszívnak tűnik. Hol, micsoda vonórúdja van neki fémmel az éve. Micsoda? Biztos van ilyen nagy fázat. Ott van hosszú, zápos oldalú kocsi. Aki úgy átmerajta vezető. Különösen hosszú oldalakkal szerelt jármű. Szálas takarmány, vagy egyéb ilyen. Na, ez már nagyon kis. Ez meg azért halottas kocsi. Ja. Halottas kocsi. Hát igen. Ajjaj. Magyar kocsi európai hatása. Külföldiek csodálta és elismerése hozzájárult, hogy a kocsi szó egyike lett a magyar nyelvből eredő nemzetközi szavaknak. Erre vezethető vissza többek között az angol kach, francia, német. Na jó, hát ezeket nem tudom kiolvasni. Svéd, horvát. Aha, ezt is tudjuk. Komárom megyei kocson. Kifejlesztett és gyorsan elterjedt jármű. A kocsi nem előzmények nélkül jelent meg a magyar jármű kultúrában. A magyar jármű kultúra legrégibb rétege a honfoglalás előtt időkben gyökerezik, és a török-mongol-iráni kultúrás kapcsolatok renget következtetni. A magyar szekér és kocsigyártás középkori virágzását igazolja a terhordás eszközének járműnek fejlettsége is. A kocsi szó először 1494-95-ben szerepel a magyar írásos emlékekben, második Ulászló király számadás könyveiben. Napjainkban gyakran használt minősítés a hungarikum. A hungarikum olyan különleges, jellegzetes, csak magyarországi nemű dolog, melyről magyarok ismertek a világban. Na, ez itt Nyugat-Dunántúl. Épületcsoport Nyugat-Dunántúl szűkebb területének, a Vas megyei őrség, Zala megyei Göcsei és Hetésvidék építkezését és lakáskultúrát mutatja be. Hát ott a őrségben voltunk anyával, ott a skanzenbe, az őrségi skanzenbe, arról van is videó, faház, van is az őrségben. Ah, igen, ott a... Hát nem is tudom, azt lehet, hogy... Hát, hogy az abban a videóban megvan, szerintem. Hol vagyunk most térképügyileg?
vagy helyileg? Nyugodtan, nem túl itt vagyunk. Aha, jó fönt. Itt vagyunk, de itt még nem voltunk. Akkor majd arra vissza. Meg itt se szerintem. Meg itt se. Nem? Hát, talán itt se. Aha. Hát igen, mert őrségbe, őrséges videónk van, Hát akkor csak így menjünk egyre. Szent György völgyi porta. Szent György völgyről áttelepített lakóház. És a porta gazdasági mellék épületei. Az is szerintem egy tájjellegű lakóház. Vagy ott, ott az. Ott az, igen. Azt nem tudom, ezt megnézzük. Na. Kicsit lazabban a dúl, de... Itt. Faház. Hát ez gyertyán, fekete nyár, csertő. Nem tudom, hogy... Jaj, hogy milyen súlya. Hát igen, gyertyán az jó nehéz, ha... Fekete nyár. Igen, ez könnyebb. Csertől, hogy az már megint nehéz. De jó, hogy jön. Erdei fenyő. Azt emel, gyertyán te emel. Gyertyán, na jó sem. Ez első jó? Ha? De jó. Én is építek rá, de... Tessék az ács, alapanyag a farönkont. No, hát itt... Aj, micsoda fa! De meg mikor átmérje, az évgyűrűk. Meg kell számolni, mi? Hú, basszus! Ez jó sok. Erdőirtásnak nevezzük, a, amit Magyarországon művelnek. Pont. Vadcseresznye. Vadcseresznye. Nyírfa. Kocsánytalan tölgy. Fekete nyár. Itt tartottam az előbb. Akkor innen. Ilyen van otthon is. Ja, ez már ilyen kis nagyon kis szép. Aj, megint egy... Megint egy lakószoba régi. Ez is olyan kis szép. Ó, micsoda ez egy kályha, vagy micsoda az a... Nem, de... Kemence. Hú. Na, ah. Szép. Az, de milyen izé... Ja, még nézd, mondom, hogy csap vagy mi van rajta, még vizet is melegít. Az igen. Nem már az igen. Nincs kírva van els, nincs kírva tábla. Formációs tábla. Ja, de várja, ott van valami. Bagladi porta. Bagladról áttelepített széles csonkatornyos Boronafalú lakóház. Zakál Péter építette az 1800-as évek derekán. Az igen, komoly kemence volt benne. Az biztos. Megvoltak az állapok. Ja, valami csűr.
Na, ez az építmény. Várjál, ide van írva Szent György völgyi Kovács műhely. Heti és Göcsej és Őrség határán épült szeres szerkezetű faluból. Szent György völgyből áttelepített Kovács műhely. Ah, jó felszerelt. Nem jó. Jó felszerelt a újítató. Kovács műhely. Hát szerintem nem menjünk tovább már. Jó. Menjünk vissza. Itt vagyunk. És egész fönt. Aha. És itt nem voltunk. Akkor indulunk visszafelé. Uh-huh. Itt nem voltunk. Uh-huh. Meg itt. Vagy akkor gyerünk visszafelé. Javar, ebben még az épületben sem voltunk. Kovács György építette az 1826-os esztendő augusztusában, augusztus 30-ban. Hát egy nap alatt nem kell építette. De... Jó napot kívánok! Szabad bemenni? Kötelezettel. Köszönjük. Igen? Ja, azt a iskola. Már ott olvastam ott. Működik, nyugatunátúron, kontorfáron. Aha. A tankötelezettség van, 6-tól 12 éves korúkkal iskolába járnak. Hát... Ugye ez az osztatlan falusi iskola. Igen. Egy helyen, itt biztos megtanították a gyerekeket arra, amire kell. Nem viselkedettek úgy most. Hát, ja. Altában tanulják az írást. Azt a palatában ki lehet próbálni, most van, hogy használom pala veszélyelőrük felsős pontjára. De ez a rész is az iskolához tartozott? Ez a... Ez a házában működik az iskola. Ja, értem. Tehát ez egy lakóház egyébként, csak ki van alakítva ez a terem itt a aha, osztályteremnek. Aha, értem. Aha. És akkor hát gondolom, mindjárt már tanyavilág, hogy olyan jellegű... Gondolfával, Nyugat-Dunántúl. Aha. Nyugat-Dunántúl, Őrségben. Őrség, igen, ott voltunk tavaly. Tavaly, igen, készítettem is videót róla. Igen, ott hát de ott is olyan elszórtan azért nem hát tömbökbe, van, hanem... De Gondolfával aha. Köszönjük szépen! Szentlátás! Nem? Nem voltunk, de voltunk itt, nem? Nem voltunk, a Vöcköndi Porta. Ja, Vöcköndi Porta. 1800-as évek. Nem baj, gyere Annacska, menjünk tovább. Megyünk visszafelé. Akkor... Ki van írva, hogy arra kell menni a 8-as meg a 2-es. Aha. Ott menti kereszt. Ezt itt megnéztük. Kisalföld. Innen megnéztük, itt voltunk. Aha, itt voltak az állatok is. Igen. Uh-huh. Jó van. Akkor... Hogy? Ugye itt írtünk még egy kanyar. Itt vagyunk most. Igen. Ja, még onnan megyünk, hogy oda. Mikor ez, aha. Az, akkor jó, hogy gyalogolunk a betonon. Kis vasút. Ez itt van. Ja, hogy idáig jön ott a végállomás, hogy vége. Azt mondja, hogy Bakony, Balaton, Felső Tisza vidék, Felföldi, Merészak, Magyarország, Erdély. Balaton, megnéztük végig. Erdély felé. Micsoda, ez állomás van itt, vagy mi.
Ez is jók, ezek a kandeláberek is. Szépen meg van csinálva, és tényleg hangulatos. Hangulatos. Igen, kiérünk ebből a kis erdős részből. Itt van megint egy játszótér. Nagyon hangulatos. Igen, ez jó. Jó kis mese. Terek, meseterek készítő. Mesekert. Igen. Meseterek, ott azt olvastam, mesekert. Jó kérdezik. Igen. Mesekert. Ez ilyen egész napos program csinál. Hát igen, fel lehet járkálni. Na akkor... Ez bakony. Bakony? Bakony. Akkor bemegyünk a bakonyba. Itt van. Tehát már megsemmisültem. Hát, igen, ez a Bakony és Balaton felvidék. Igen, jó. Nem csoda kőkerítések vannak. Ja, ez már tényleg. Szembetűnő a változás. Ez egy tényleg kő. Kőkerítéssel van is körbe kerítve. Aha. Akkor itt a lakonyba vagyunk idézőjelbe. Egy kis templom. Nagyon 1836 évben. Aha. De szép kis templom. Igen, tényleg. Nagyon jó, meg van csinálva. Igazi templom. Aha, voltál. Igen. Ott a karzat, még orgona is van. Nagyon jó. Csinálok fotót. Nézzük meg azt az udvarházat ott. Jó kis templom, jó meg van csinálni. Nagyon szép kép, is van belül is. Itt a határa, gondolom, a kerítés. Igen. Ez már kis van a szélén a ületnek. Na. A pagancsok is van. Na, tényleg. Johnny, gyere vissza! Jean-Marc, hova mész? Ha kimegyünk, lezártom! Mi lezártom? Igen, ugyanaz a stílus, igen. De ennek a tetőszerkezete nem, mert ennek teljesen más. A tetőszerkezete ennek ilyen boltíves, már komolyabb. Igen, ez. Igen, tehát ennek a helyiségnek sokkal komolyabb a mennyezete. Teljesen ezekkel a boltívekkel, meg már nem gerendából van, hanem így meg van a forma. Mi vadászfegyver is van itt. Hát de jó. Régi vadászfegyver. Jó, alacsony, igen, beverném a fejem egy nap 100-szor szerintem. Tényleg másokat. Ott, innen. Ez a kemence, innen is kemence, onnan meg cserépkája. És innen kemence, onnan cserépkája. Jó, mert ide is be lehet jönni. Igen? Akkor jó, de sötét. Mindjárt felkapcsolom a lámpát. Így. Ja, erre nézd már milyen polc, vagy akasztó, vagy micsoda. De szerintem húst? Kamra. Élés kamra. Valamikor. Jó, ezzel már. Aha, jó. Élmény.
Igen. Jó. Jobbra van egy szoba. Aha. Itt. Igen. Ez már gerendás alatt a teteje. Aha. Ez volt a lakó szoba. Magancsok. Itt is lehet valami pince lejáró. Na, biztos. Szép van. Jó, régi le. Gazdasági rész. Hálószerszámok. Aha. Igen, ez ilyen, azért gondolom, ez elég módos gazda lehetett, aki, aki itt bejött. Az biztos. Igen. Kőkerítések. Na, itt is van valami. Aha. Micsoda, ezért nézd meg. Nem tudom mi. Sőtni is. Nagyon jó. Szélmalom. Aha. Ha, így működött a szélmalom, azt hoztál a szélkerítő hajtást le, és akkor... Aha, hát én meg én. De jó. Aha, úgy. Tehát jó. Szélmalom. Nagyon jó. A tej útja. Gyere, nézd, Az is üres. Itt ott valami. Tolvac és hurka. Feni a kés. Élvi a kés. Közben malacsony. Nagyon jó. Ja. Ötletesek. Na jó. Jó van. Aha. No. Akkor a bakony. Elhagyjuk a bakonyt. Hova megyünk most? Felföldi mezőváros. Alföldi? Felföldi. Felföldi mezőváros. Most az következik? Igen. Akkor megyünk oda. Viszlát! Viszlát! Bakony! Hát most indultunk innen. Igen, hát megint ide megyünk. Jó hosszú. Utána meg ide. És utána jövünk, mert még itt van Erdély. Aha. De szerintem itt se voltunk. Na jó, akkor mindegy, már most. Akkor megint megyünk. Akkor úgy Erdélyel visszamegyünk a bejárathoz. Aha. Kettesben még nem voltunk. Igen, oda mentünk. Helikopter. Helikopter. Mit a szerepkedez itt felettünk? Helikopter. Ah, ez a kettes. Igen. Oh. Felföldi mezőváros. Mezőváros. Na tényleg milyen jó. De jó. Felföldi mezőváros. Felföld Magyarország északi hegyvidéki területének történeti tájneve. Az Ipoly és a Bodrog közötti középhegységi területen kialakult mezővárosok a nagy táj jellegzetes települései voltak. A szőlő és a bor monokultúra, mint városképző tényező, a régióra egyedülállóan jellemző. Tényleg jó. Várjál, micsoda? Olvasó, tényleg. Ugrai György. Dicső Szent Márton. 1908. Menjünk onnan. Megyünk. Hát, ez nagyon kis. Tényleg olyan városias. Vagyis hát ilyen régi típusú ez egy város kép. Lábbeli készítő. Merci Árpád lábbeli készítő. Kész munka. Kész munka kapható. Hát
Gondolom azt a csizmát, amit megcsinálta, 100 000 évig hordhatták. Biztos. Pazar. Aha. Jó napot. Jó napot kívánok. Jó napot. Nem ez valami bolt lehet, ugye? Igen, ez egy szatós bolt, ahol a gyerekek boltost játszhatnak. Igen? Így van, igen. Kiszabad neki próbálni hosszmértéket, súlymértéket, felügyelettel a pénztárgépet, és vele szabad nézni a fiókot. Aha. Ha szeretnének, jó. Önök is belekukálni. Játsz boltosat. Bocsánat, nagyon jó. Kakaó, Stummer. Kakaó. Süvegcukor. Süvegcukor. Kézi csokolom. Egy ilyen utcarészlet van imitálva, egy ilyen, aha, ilyen régebbi utcarészlet, de jó, mert... Azok a részek, azok lakóházak szerintem. Aha, de szerintem nem lehet oda bemenni. Csak ezek az utcarészek. Aha, ja, igen, aha. Ez a jellegzetes épület, kialakítások. Na, ez is. Oh, mi van itt lent? Oh, az valami szőlőprés, vagy lehet, vagy valami ilyesmi. Mi van írva? 1844 készült. Készült, 1844. Hát. De itt, na itt jó hűvös van, oly micsoda ezé bolt így van kirakva a kövekből. Azt a... Nincs. Ah, az még ott réz valami, még jó, hogy gondolom ide lehet heggezte csavarozva, betonozva. Ja nem, ez még megvan. Le van? Mi? Le van zárva. Le? Ja, ott lehet föl, de itt jó, nagyon jó hűvös van. Jó idő van. Hó. Hát jó, jó. Jó, nagy hordó. Kocsma nincs? Valami hagyományos kocsma. Akkor főtér. Főtér. Jó néz ki, jól gond csinálva mondjuk. Tényleg. Klein Mózes. Gyomorerősítő likőr. Salvator gyomorerősítő. Brown. Ez a gyógyszertár elődje lehet. Gondolom, hogy az akkori gyógyszertárnak megfelelő valami. Itt. Jó, ez egy zárt ajtó. De van zárva. Itt is van valami, gyere? Vagyis, hogyha bekukkantunk. Ott van. Aha. Ott van valami nyitva. Aha. Ha? Én nem tudom, olyan. Szép. Oh, jó, meg van terítve. Hogy nézd, milyen szép az a cserépkája. Nagyon kis, gazdag.
Igen. Készítetett 1875. év június 20-án. Ez a láda, ez eredeti, tehát nem máshol van képzelt. Láthatjuk, 1975-ben készítették. Valójában egy dupla fenekű láda, föl lehet emelni ezt az oldalát, és ott van egy titkos rész, ahol a pénzt tárolták. Itt található például két régi pecsét, illetve másolat, amivel a társulat iratokat lepecsételték, itt is benne van a Szent Kereszt társulat monogramja. Ezekkel a villogókkal égették be a Szent Kereszt társulat bútoraiba, hordókba is a társulat nevét. Tehát honnan lehet ezt tudni, hogy ezek a jó, majdnem neki mentem az üvegnek. Nem lak. Aha. Gyöngyösi polgárház? Igen. Szép. 1879. Ott volt. Ott valami írva, hogy ezt majd itt kivágom. Ez ugyan megfogalmazva, hogy azt se érti, aki odaírta. És vissza a főtérre. Közösségek és művelődés. Észak-magyarországi falu. Észak-magyarországi falu tájegység, az Észak-magyarországi falu tájegység, az Ipoly és a Bodrog között, ezt olvastam már. Nem voltunk már. Nem, de voltunk? Ezt a szöveget már olvastam, Ipoly és a Bodrog között. Nem, szerintem nem voltunk itt fel, hát ezt nem tudom, de egy ilyen szöveget már olvastam. Hát itt biztos nem voltunk, akkor nem erre jöttünk. Itt biztos nem voltunk. Aha, jó kilátás van. Jó, szép. Kicsit magasabban vagyunk, magasabban van ez a pont. Aha. Nem is ismerünk, hogy nem voltunk. Igen. Ezt gondolom borpincék lehetnek. Igen, ezek ilyen magtárak. Itt azok az építmények, ugye amit benézek. Ide, ezek cséplőgépek, ezt láttam. Igen, ezek régi ilyen cséplőgépek. Aha, és itt kévék, még csak így. Aha. Ilyen kévékbe szedték a búzát, meg az árpa. Aha, és akkor ezek a cséplőgépek. Igen, aha, behúzta. Itt meg láttam egy jó kis ilyen hintót is, vagy mit. Nézd. Ezek nagyon kényelmesek voltak. Igen? Aha, hú, nagyon-nagyon jó volt rajta ülni. Nagyapámnak TSZ-ben volt ilyen kocsija. Vagyis, amivel húzott az elnököt. De még benézem. Itt akkor
Jaj, na, itt is van valami nyílás. Hopp, magyarok, magyarok kisebbség, nincs ezt lehet. Csak fáj az ember színen. Trianoni gyalázat, nem békeszerző, trianoni gyalázat. Nem is értem, miért írják ki, hogy ez szerző, nem szerződés, az egy gyalázat, egy diktátum. Egy szombat. Monarchia fizető eszköze. Nagyon szép ez a kis ház, nézd már ezzel a meg a tető is, ennek cserép van a tetőjén. És akkor az kell a oszlopokkal itt szép. Jó napot! Jó napot kívánok! Már magasabbak az ajtók, jó. Nem. Igen, itt már jó volt. Szépen tött vaskályha. Igen, magasabb a beltér is. Belmagasság is magasabb. Itt egy kisnemesi család lakott, ahol már vagyonosabbak voltak. Aha. Nekik már három szabályok volt egy kis vendégszoba. Ez a tiszta szoba, lakószoba, konyha rész, nagyon jó nagy kamra rész. Aha, nagyon szép. Plusz hát is egy kamra, ahol a terményeket tárolták. Ez nagyon szép. És akkor azt a szituációt mutatja be a szoba, a fenyőfa, aha, a papírtekercsek, ja, hogy aha, karácsonykor összejöttek a család. Van egy hangulata tagjai, mondjuk ennek a szobának. Igen. Kitették a nemesi levelet szellőzni a kanapéra, aha, igen, aha, megbeszélték a jövő évi a földeknek a bérhadását, a adományok szétosztását, aha, és közben eszegettek, iszagadtak, beszélgettek. Éltek. Éltek, így van. Hát ez nagyon kis szép. És ennek, az volt igen, a kis vendégszoba. Ennek van egy hangulata, ennek a helységnek. Ez már ilyen kúria. Aha, jellegű, igen, kívülről is mondom, hogy igen, azokat kúria, oszlopok ott a bejáratnál. És akkor ez lesz hozzátartozni, ez a salátfa? Igen, 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 igen. Aha. Hozzátartozik. Tehát, aha. Értem. Hú, micsoda. Igen, nagyon jó kis kamra. Villa, kanál, evőeszköztároló, de jó. Mert építési dátum 1885 a háznak, de viszont aha, nevet nem hoz, hogy ki volt a név szerint a tulajdonosa. Uh-huh. Ezért nem tudom összerakni a családvát. Hát az nem is egyszerű. Ugye Pósa, az Kiszei, meg Pál, meg Pósa Emma. Nagyon sok. És helyileg hova köthető ez? Túlról, az egykori Gömör vármegyéből származó ház. Aha. Uh-huh. Gömör. Onnan származik. Ez nagyon hangulatos. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Ez csak a... Viszont hallgattam. Na, állítom, hogy csinálok fotót. Igen, a Gömör vármegye. Szisztéma hasonló, igen, meg, ez megint izék, törpék, vagy hogy hívták a Györük urám? Hobbitok. Hobbitok. Itt körülbelül kicsit. Ó, oh, az igen, na, egy ilyen kenyér. Ha, azt hiszem, hogy méretes.
Mi ez van, ja? Hát ez mind angol. Most ez nem emberi nyelven van. Szerintem, lakodalmi kalács. Jaj, tehát ez lakodalmi kalács. Na, mondjuk ebből lehetett tenni, az biztos. Hát ebből az egészen a lakodalmasoknak. Oh, jó, meg porcukrozta. Nézd van, milyen szép ez izéke. Első világháború előtt torta, lakodalmi sütemény. Az igen. Csoda. Úgy de szép ez a kis szekrényke. Ez nagyon kis szép. Ó, nagyon szép. Mondjuk azok nem tudom, hogy mi az a helye. Ja, az már gondolom nem háború előtti. Szép köcsögök. Hogy? Ja? Ah, itt a kettős kemence. Ja nem, ott csak a luk van. És akkor itt a lakó része. De jó, hogy fel vannak akaszgatva azok a izék, ja. Köcsögök, meg izék. Rendes bőrbő. Igen. Akkor. Ja. No. Ott az mi lehet ott? Mi? Voltunk, ugye? Hol? Hát onnan jöttünk. De itt azt néztem, hogy mi. Na mindegy, gyerünk tovább. De szép, az nagyon, igen. Nagyon hangulatos. Hát nagyon az a szoba, az ott nagyon hangulatos volt, az biztos. De be tudunk menni. Itt vagyunk most. Gyerünk vissza, akkor az akkor itt erre visszamegyünk. Az erdélyi részre. Ez mit van? Meg szemicsa volt. Aha, gyerünk visszafelé. Visszafelé. Mi most akkor is? Felső Tisza vidékhez. Érünk. Felső Tisza vidék. Jó harangláb itt, jó magas, szép. Jó, mi az itt? Milotai Porta. Ja, várj, gyere annál csak oda jobbra. Mándi református templom, nemesborozovai harangtorony. Tágas falusi teret az Istenháza zárja, amelyet 1580-as években épített Mándi református eklézsia. Jó. Kezdj csak a református templom. Az. Ah, nézd csak, milyen szép a teteje. Nem, ott felül. Aha. Még nem a teteje, a mennyezete. Aha. Igen. Milyen más elrendezésben vannak itt a ülők. Meg kvárzat. Aha, szép. Amúgy. Szép. Hangulatos ez is. Más szisztéma szerint vannak a dolgok. Mondjuk az LG TV, az lehet, hogy nem ad hozzá fixet. Ez itt sok van. Akkor visszamegyünk. Átmegyünk Erdélybe. Itt ugyan van egy imitált határátkelőhely kiépítve, meg erdélyi vagy román zászló, de ezt nem veszem fel, mert ennek semmi köze Erdélyhez. Úgyhogy nem is értem, minek van ez itt.
úgyhogy ezt nem veszem fel. Itt lenne egy határátkelő hely, ezt nem vagyok hajlandó. Tehát. És akkor itt egy ilyen alagúton kell átmennünk itt a fő itt a út alatt. Szépnek tűnik az a város részlet, ami ott kiépült. Úgyhogy ezt most megtekintjük. Igen, Erdély kapuja fent, akkor itt mosdó, és veszünk. Kérsz egy üdítőt, Annácska? Jó nekem a mentesség. Akkor megnézzük Erdélyt. De hogy miért kellett ezt a ocsmány román határátkelő imitációt oda építeni, ez felfoghatatlan számomra. Teljesen felfoghatatlan. Hát Erdély, nem is értem, hát ez egy skanzen, hát mi? Nem tudom. Micsoda én Erdélyem című videó installált. Volt ez a terem. És akkor megérkezt. Nagyon hangulatos. Nézd, Annácska, milyen jó kis tér. Szép házakkal, nagyon jó. Na akkor, Erdély város, itt egy magyar királyi posta. Gyere, Annácska, feliratú tábla. Nagyon jó meg van csinálva ez a város részlet. Le a kalappal. Posta kocsi. Nem tudom, most nem város jól. Aha. Ja, posta. Itt a posta. Aha. Csomagot. Na jó. Igen. Köpködni tilos. Nézd, köpködni tilos. Hát, igen. Utalvány és posta takarék pénztár. De jó. Posta hivatal, igazi posta hivatal. Távirat. A magyar iskolákban 1868-as báró Eötvös Józsefféle népoktatási törvénytől kezdve kötelező volt a kaligrafikus szépírás oktatása. Teljes, nagyon helyes. Na, telefonálunk, Anna? Ja.
Hívj fel anyát! Hívj fel anyát! Egyesült Izzó Lámpa, Magyar Királyi Posta tulajdona és villamossági, Egyesült Izzó Lámpa és villamossági Posta RT, Magyar Királyi Posta tulajdona. Szép öntött vaskája, nem műanyag. De nem, be lehet menni. Sapkába egy képet. Csak oda el lehet. De jó. Nézd. Távíró? Ez a távíró. De jó szerkező. A morze. Morze féle távíró jelek betű. Telefonközpont. SOS jel az. Hogy is volt az SOS jel? Na, ne a csak. Ez is egy... Így volt. Így volt. Ja, elnézést. Csak ott lehet próbálni, akkor a fiúk vannak. Na, próbáljuk ki. Aha, köszönöm. De postaiba kell. Nagyon nagyon jó. Nézd, csak az van csőposta, gondolom. Igen, pont itt az 1500-es posztán visszajött. Ja, ne. Nem, csak hogy úgy itt kell elképzelni, tehát szépen össze volt. Aha. Gurgrizva. És akkor volt egy sűrített levegő, igen, aha, és akkor fölnyomták, és akkor ott a másik oldalon. Igen. Manapság használják például egészségügyi intézményekben, például ilyen labor eredmények, hogy letör, vagy például a Tesco-nál, vagy a... De jön a pénztárakból a pénzt, a főpénztárban. Igen, föl, igen. Hallottam. A pénztár, akár főpénztár és sima pénztár közötti kontaktus. Hát most érti az ember valamilyen szinten, hogy nem át kell rohanni egy helyről a másikra, hanem hogy ilyen tökre... És fel se kell adni a postán, hanem... Igen, az ötletes. Hát megoldották akkor a dolgokat. Székely udvarhely. Igen. Ugye ez a belvárosi lényegében része, meg ugye inkább a hivatalok oldaláról. Itt laktak mondjuk a felső szinten. Nem is az, hogy lehetőség volt, hanem ugye köztisztviselőre vonatkozó törvény írta elő, hogy a poszta a postának a vezetője, a postahivatal vezetőjének jár. Aha, hát, értem. Ilyen szolgálati lakás jellegű. Igen, ilyen szolgálati lakás családdal együtt. Aha. Okay. De jó magas bel. Igen, hát polgári. Bel magassága van ennek az épületnek azért. És ez egyébként ez a posta évre, ez Székely udvar, hely posta. Székely udvar, tehát... most is ott van maga az épület. Igen, aha, jól értem. Másolatként került ide a múzeumban. Aha. Ugye a város épületeinknek kicsit problémás lenne eredetiben elhozni, mert igen, azért valamilyen funkciót elláttak. Még igaz, hogyha nem is ugyanazt, mint amit mi bemutatunk, de ugye a falusi részen ott több eredeti épületünk is lesz, van is. De igen, tehát ez a Kossuth utca 37, ott Székely udvar helyen. Nagyon, nagyon jó. Igaz, hogy már nem. Igaz, hogy megszakad az ember szíve, de... De igen, tehát, hogy nem... És ez a Székely udvar helyváros részlet, ami itt kint van, tehát nem az épület, hanem kint az utca. Ez egy ilyen klasszikus... Ugye maga a kialakítás is pontosan azért van, mert hogy ugye itt a főtér, ugye ilyen társalgó tér, az biztos, tehát, hogy felül szerve van ugye a
mint Dávid Antalnak a kereskedője, ahol a kézivel, az kézi vásárhelyről van. Ja, értem. Ja, aha. Akkor a nyomda az ja. Mosvás. Tehát épületek ki vannak igen, emelve egy-egy... Ezek megvannak ott helyben, azért kellett másolatban felépíteni. Annácska egy ilyen képet abban a sapkába. Meg lehet ott. Csak nyugodtan, azért van. Na, azt mondja itt az úr, hogy postahivatal 1880 körül épült, emeletes kőházban egy székelyföldi város posta elevenik meg előttünk. Hát székelyudvarhely. Tehát azt mondta itt az úr, hogy ez az épület székelyudvarhelyi postahivatalunknak a pontos másolata. Úgyhogy ezért nem is értem, hogy miért kellett oda ez a román határ. Mi köze van ennek ehhez? Hát nem is értem. Megköszönöm, ha tetszik mondani. Jó, tehát székelyudvarhely. Bemehetünk? Be. Köszönöm. Szépen, azért állok itt, hogy parancsoljanak önök a vendégek. Székely udvarhely, Dávid Lajos, hivatalban vezető lakásában érkeztek. Tehát ez egy lakásnak a másolata? Így van, az eredeti ház még ott van Székely udvarhelyen, amiről ez a másolat készült, a Magyar Királyi Posta kiszámítható élethelyet biztosította, ugyanúgy, mint ahogy a vasút is. Tehát kiszavítható életpályát biztosított alkalmazottai számára, nem csak jó megélhetés, továbbképzés, nyugdíjat, hanem szolgálati lakást is, ami ugye egy hivatalvezető esetében minimum 3 szobásnak kellett lennie. Igen, nagyon magas belmagassága. Igen, annak idején ilyen magasak voltak a lakások belmagasságai, általában a postahivatal fölötti terület volt az, amit kibérelt a posta a dolgozói számára. Ha nem volt ilyen lehetőség, akkor pedig lakpénzt fizetett. Ugye a századforduló, tehát 19. századforduló táján a polgári lakások funkciója megváltozott olyan értelemben, hogy egyre inkább kiszolgáltatta a család kényelmét, illetve a személyes szükségletek és az intim tér elkülönült. Ugye a jelen esetben itt látható egy nagyon tágas konyha, ami nem csak főzéshez szolgál. Igen, ez tényleg tágas, az biztos. Hanem a család mindennapi életét is szolgálta, szemben velünk a kredenc, ugye régi elnevezéssel, illetve a stelázsi mellette. Ugye az igen, a azt nagymamám mégis úgy hívta. Ugye a stelázsi, és itt pedig egy csikortűzhely, balzak látható, ami ugye sütős főzés. Vasabon melegítés, jobb oldalt a sarokban pedig a mosogatás, mosdás lehetősége volt. Igen. Ugye az előszoba a szokásos funkcióval rendelkezett, tették a cipőt. Ebben a szekrényben meg ugye az... Nagyon szépek. Nagyon szépek. Egyébként ahhoz, hogy ugye a társadalmi pozíciót tükrözve a lakás ezért ugye első osztályú éves bútorokkal kellett berendezni, a szalon vagy majdnem napon a reprezentációs cél szolgált, itt fogadták a vendégeket, illetve itt volt kapcsolat építés, ha nem volt külön úri szoba, akkor ide került a könyvespolt, illetve a elengedhetetlen kellék a szalonasztal a két fotellal. Nem tudom, én valahogy jobban érzem magam, amikor ilyen magas belmagasságú szobák vannak, olyan tágasabb, tágas, olyan szabadságérzete van. A tér, igen, térérzete olyan más az embernek. Egyébként pedig ugye néha itt ebédel, tehát ott látható a tálaló szekrény, tehát jeles ünnepeken azért itt ebédeltek, használták a szalont, és akkor itt, ha betekintünk... Micsoda kályha. Érc kályha, igen, sokan itt erdély területén, a lakásokban, postán is ilyet lehet látni, körülbelül is. Annácska, nézd, micsoda ágy. És hát a, igen, a hálószoba, ahol ami fürdőszobaként is szolgált, mert ugye nem volt külön fürdőszoba, 100 évvel ezelőttről beszélünk. Ja, igen. Ide 1919. Tehát a második világháború előtt. Így van, mindenki. És ezt azért is mondom, mert hogy itt van egy román nyelvű esküszöveg, ehhez kapcsolódik egy történet, ami Dávid Antal, mint állami alkalmazott és hivatalvezető, ugye Trianon után felkérték, hogy tegyen hűség esküt a román királyra, ugye állatott a feleségével, Nagy Rózával, aki épp egy gyermeket várt, van ilyen ilyen történelmi jelenet ezzel kapcsolatban itt időnként. Ugye azt taglalják, hogy menjenek, maradjanak, feladják a magyarságokat, vagy pedig
elmennek az országból, többször börtönbe zárták, mi nem akarta aláírni, és a végén elmenekült az országból, valószínűleg magban akkor lehetett, mert 20-tól 22-ig nem találtuk nyomát. Aha. És hát tényleg idején nagyon sokáig csak az emberekről jöttek át családok, és az ellen nem tudott más tenni, mint hogy vagonokat túlzott a pályaudvarok, és ott értek. Azonban Dávid Lajos hamar talált állást, hiszen egy jól képzett postahivatalnok volt. A budapesti 70-es posta lett posta ellenőr, fő ellenőr, majd hivatalvezető. Úgyhogy pozitívan zárult ez a történet, ott született még egy gyermek, egy fiú, szintén Lajos, és mind három gyermeke ugye postán dolgozott, tehát a postahivatali munkát választotta, tanulta ki, úgyhogy pozitívan zárult ez a történet, de ha belegondolunk egy ilyen polgári lakásból azért vagomba költözni, és minden szinte ott hagyni, mert menni kellett. De hát azért nagyon keserves volt az a korszak a magyaroknak. A gyalázat, amit műveltek velünk. Nagyon kedves, nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást. Köszönjük szépen, Kezicsókán. Akkor gyerünk tovább. És akkor vissza ide. Összeállított utca részlethez. Azt mondta itt az úr, hogy ezek az épületek nem egy városból valók, hanem több erdélyi városból egy-egy jellegzetes épületet másoltak ide le, és húztak ide föl. Úgyhogy, de hangulatosan sikerült összehozni ezt a kis teret, ezt a részletet így. És akkor ez is ugye egy hagyomány, 1834-ben alapított ruhaüzlet imitációja. Még ez egy csalkalmi a napad. Orfi testvérek. Ez egy ilyen szabóság lenne? Ez vagy ilyen Kézdivásárhely? Igen, 1913 volt. 1913. Körménykereskedőnek volt. És akkor ez így nézett ki. Köszönjük szépen. Csak ugye látod, ez is 1913, tehát Trianon előtti idő, akkor mit keres ott a roma hátarátkelő? Ha csak nem, egy fekete zászlót is kéne kitenni oda, vagy valamit, hogy elkeserítő. Ez meg könyv nyomda. Azzal volt folyamatos munkájuk, az egy lábbal hajtós pedálos, annak óránként 800 lenyomat a teljesítménye. Ha, tehát 800-szor kellett megnyomni a pedált? Nem. Azt folyamatosan kellett hajtani, mint a varón. Ja, értem, tehát mint a biciklit. Így van. Aha. Azt hittem, hogy megérjük egy présgép, hogy egy nyomás, egy... Nem. Ez egy folyamatosan, ez a tégely, ez a nyomó tégely, ahogy folyamatosan lett együttende a gép, ezt oda-vissza. Ja, értem. Kapanáltak a nyomdagépről, aki berakta az üres papírról, aki kivette a lenyomott terméket. Értem. És a következő, aki fölcsipeszelte, mert még a festéknek szállalnék fel. Így előtten dolgoztak egy ilyen. Ja, mert akkor az egy ilyen lentkerékszerű, ott a van egy súlya, és akkor... Ezt kellett elejzíteni, igen. Egy egyszerűen működésbe hozott pedált. És akkor nyomta. Itt a nyomdász, akár egyedül is tudott dolgozni. Értem. Nagyon jó. Nem tudom, hány baleset lehetett. Igen, egyébként a nyomdászoknak a könyvébe, tehát a tanulók könyvébe is fölhívják a figyelmet, hogy baleset esetén hogy kell a sebet ellátni. Ez benne van. Kötelező volt a sebkötöző domoznak a meglépetét. Aha. Így nem beszéltem,
Hát, ez milyen gép ez itt? Ez van egy mostorrendszerű tégely sajtoló. Igen, biztos igazol. És ez a nyomdaépület, ez melyik városból? Marosvásárhely. Marosvásárhely. Tehát annak a másolata. Aha. Annak a másolata. Így van. És nem csak a nyomdaépülete, hanem a mellettünk lévő Korzó Kádéhány és Marosvásárhely. Aha, Marosvásárhely. És évjárat? Századforduló. Hát 1800 vége, és egészen hát, ha azt veszük, hogy a marosvásárhelyi szerkesztőség van kiállítva, akkor akár a 30-es évekük is. Aha. Ez a polgárosodás idejének a időszaka azt mutatja be. Uh-huh. Értem. Erdélyi helyettség. Meg szomorkodjunk tovább. Kávéház. Hát itt van kívül. Hírsnyomda, Marosvásárhely, Rózsák tere. És akkor ott van. Hát akkor megyünk, elindulunk visszafelé a motorhoz, vagy a motorhoz. Jó látni a Székelyudvarhelyi postahivatalon a magyar zászlót, meg a címert, mert ez ennek én a realitásnak lenni. Terembe. Lassan a kiindulási pontra, vagyis a belépési pontra. Fölvesszük a sisakokat, meg a kabátomat, és akkor elindulunk. Lemegyünk akkor a Dunakorzóra? Hát lemegyünk. Ja, és akkor ott valamit teszünk. Aztán meglátjuk. Nem tudom, itt is föl lehet szerintem menni. Akkor visszaérkeztünk ide a motorhoz. Jó volt, igazából érdekes volt, fölvettem nagyon sok mindent, elég sok anyag lett, videóanyag ebből. Annácska milyen volt? Jó volt, nagyon jó volt. Nagy volt. Jó, érdekes volt. Változatos, nagyon jó idő volt. Hát nagyon jó, nagyon meleg volt. Úgyhogy tényleg gondolom, hogy is megérte megnézni.
bár fizetettünk volna 6000 helyett 3000-et, hogyha pénztáros felvilágosít, hogy 25 év alatt nem kell fizetni, de hát így jártunk ezzel is, hogy most lemegyünk akkor a Dunakorzóra is valamit összünk. Hajrá! Érkeztünk Dunakorzóra, Szentendrére, úgyhogy majd itt akkor nézzünk egy helyet, és akkor kajálunk itt. Rendben? Mi? Rendben. Fáradt vagy? Kicsit. Itt szokás szerint van némi nyüzsgés. Sokan vannak. Igen, elég sokan vannak. Reméljük tudunk edni, hogy lesz hely. Várjál, ott szoktunk enni, ahol azok a... ott abba.
ott. Ah, még ide is feljöttünk volna motorba. Mindegy, jó az így. Ja. Igen, jó zene van. Ilyen középkorias zene. De csak... De ide leülünk. Itt ez pont jó lesz. Ne? Gyűlök, hogy a vizet lássam. Ja, igen. Hát cserélhetünk, ha akarod. Hát így jó. Jó, úgy. Na, akkor leültünk itt ebbe a étterembe. Mindjárt megnézzük, hogy lehet-e szép kártyával fizetni. És akkor... Köszi csokolom. Jó napot kívánok. Szép kártyával lehet fizetni? Lehet, bizony. Akkor ennénk valamit. Jó. Köszönöm szépen. Na, itt már egyébként Ajkával egyszer, most többször ettünk már, de videó is van innen egyszer, mikor próbálkoztam a videózással, videórögzítéssel, és ilyen videóm már van fönn innen a YouTube-on. De most Annácskával vagyunk itt. Úgyhogy mindjárt én kiválasztom, hogy mit teszünk. Tisztán. Megrendeltük a kaját. Mit rendeltél? Rántott trapista sajt, vízi. A Varga Jani. Követtem Jani példáját. Jani fertőző a rántott sajtjával. Én most eszek egy pizzát, sonka gombás pizzát. Meglátjuk, milyen lesz. Az idő az nagyon kellemes, nagyon jó. Sokan vannak. Igen, sokan is vannak ki. De itt általában azért mindig szoktak lenni. Úgyhogy... Nagyon jó. Na, megkaptuk a kaját, így néz ki a pizzám. Kicsit Annácska. Nagyobb adag rizsre számítottam, de jó. De kaptál hozzá tartát is. Hát, pont. Hát igen. Hát kérhetsz hozzá még egy adag rizs. Nem kell, jó. Nem, hát egyet nyugodtan össze, akkor még kérsz hozzá. Ja. Ha elfogy. Jó. Jól néz ki. Na, akkor jó étvágyat. Jó étvágyat. Na, megettük a kaját. Jó volt a pizza, azt kell mondjam. Jó vékony volt a tésztája. Úgyhogy... Én kértem. Mindegy, ezt majd arrakítom. Köszönöm szépen. És majd fizetném is jó, szép kártyával. Köszönöm. Na, akkor... Finom volt a kávé. Jó kávé volt, azt kell mondjam. 7740 forintot fizettünk. Nem is volt drága itt a Dunaparton, a helyen, ja. Úgyhogy és hogy ízlett a sajt? Nem? Rántott sajt íze volt. Rántott sajt íze volt a sajtnak? Igen. Nagyon jó. A kis tartár íze volt. Nagyon. Akkor jól laktál? Jól laktál? Jó, nem, jó volt, finom volt. Jani meg lenne elégedve? Hát Jani, azt kritikus szemmel nézni lehet. Itt a rántott sajt szakértő. Akkor még körbe megyünk itt fent az utcába, és elindulunk haza. Megvan minden, úgyhogy akkor... Gyerünk le ide a folyópartra. Nézd már ott a vadkacsa. Kijönnek ide a kacsák a emberek közé, amire megszokták őket. Ja, megérdezik. Ez a tojó, az meg ott a gácsér. Igen. Aha, ez a tojó, amit szedegeti az ízét, az a zöldfejű, meg a gácsér. Szép itt nagyon. Megszokják az embereket annyira, hogy nem félnek tőle. Szép itt a park. Aha, igen.
Ezek is eddig zenéltek, most hagyják abban, mikor itt jövünk el. Ja. Jó. Persze. Nem, ott is valami kávézó van. Igen, értem. Tehát jó. Ha. Ennek ott jó hosszú hely van. Mondjuk. Itt is hangulatos lehet elfogyasztani egy kávét, ott azon az úszó valami. Biztos. Nem ilyen motor. Egy fostalicska, meg egy motor. Igen? Aha. Lehet itt lakni, lejönni ide a partra? Hát igen, itt. De. Aha. Aha. Donna forzó. Ott elég sokan vannak, ott szoktak fürödni is. Igen? Aha, amikor. Szerintem igen. Hát ez itt hangulatos. Ja. Nagyon jó. Csak úgy kijönni ide. Hol akarsz felkanyarodni? Majd ott a... Új. Na, már nem erre. Nem, most akkor vissza ballagunk itt ezen a bevásra, nem is ezen sétáló utcán. Itt ezen szépen egész a motorokig. Kirakodó vásár van. Nézd már, ezek egy ilyen fából dolgok. Szeretem az ilyen, amik nem kínai vackok, hanem ilyen kézműves termékek. Azok jó. Igen, ez a utca is nagyon hangulatos, hát, Szentendrén, a templomnál azzal a kis térre. Főleg. Mindig jó. Igen. Tudom, hogy nem Magyarországon lenni. Ja, ha. Igen. Bicsibics van. Itt végig vannak ilyen kirakodósok. Hmm? Igen, mert na, anyám a fülbevalóknál biztos, itt mindig, múltkor is vettünk itt fülbevaló. Mindig igen. Jaj, de öreg Zsuzsi. Jó, szegény. Hát mondom, hogy ez szép ez a tér itt, vagyis a hangulatos, inkább úgy mondanám. Olyan jó hangulata van. Nagyon jó hangulatos. Igen. Na, ott mondtam azt a fagyizót, ott a... Na, gyerünk, fagylaltot vennünk.
Én egy stíviás epret és egy levendulát kértem. Annácska, te mit kértél? Szőlőt, meg csokismálnát, de nagyon finom. Szőlőt, meg csokismálnát? Igen. Aha, de az normál, vagy? Ez normál. Aha, és jó, finom? Nagyon-nagyon finom. Ah, ott is. Rendesen benne van a szőlő darab. Na, remélem nem a magja. Na. Nem. Akkor jó. Nagyon finom. Na, jó a fagylal? Fincsi, nagyon. Nagyon jó. Fincsi. Jó, kézműves. Szuvenír. Ja, na, igen, az itt jók ezek a ernyőkkel. Jó. Itt azt mondom minden. Ez valami. Lassan el is megy a nap, a nácska. Hát el. Úgy. Már elment. Igen. Szép lassan visszaérünk a motorhoz. Úgyhogy már itten több bolt bezárt, de mondjuk többet láttam, hogy kiadó üzlet. Úgyhogy bazárok. Ungarische bazár. Ez is zár befelé. És ott a motor. Hallgazom, visszaértünk a motorhoz. Úgyhogy szerintem már nem arra megyünk haza, merre terveztem. 6 óra 10 van. Nagyon elment az idő a skanzenba, de jó volt, megérte végül is. Jó volt, Annácska? Jó volt, nagyon. Na, úgyhogy nem megyünk Esztergom felé föl és a másik oldalon vissza, hanem megyünk vissza pályán, autópályán, M3-ason, 60, 21-es Algótarján. Úgyhogy így is szerintem lesz már, hát már 7:30 lesz, hogy hazaérünk. Úgyhogy majd a holnapi napot meglátjuk. Akkor a nácska pillettél? Hát az autópálya az sajnos ilyen igény, ilyen, hogy is mondjam, nincsen olyan ingerszegény, na, csak kinyögöm, hogy ingerszegény az autópálya, unalmas, de gyorsan hazaértünk. Jó volt az autópálya is. Hát, néha elmegy, de... Jó kis nap volt. Szóval 241 kilométert mentünk mai nap. Hát, nem így terveztem teljesen, de az a skanzen az nagyon sok időt elvett, mert igen, fel akartam menni a Dunaparton Esztergom felé és másik oldalon vissza. De szerintem jó volt az a skanzen, ha ott voltunk, szét néztünk. Annácska, neked hogy tetszett? Jó volt nagyon, szerintem. Jó volt? Érdekes volt. Érdekes volt, meg jó nagy volt. Jó volt ott eljárkálgatni, szóval. Aha, igen, aki nem járt ott, annak érdemes, meg aki régen volt, annak is. Én nem voltam még soha. Most megnéztük, bejártuk, majd valamikor lesz belőle egy videó. Majd összeállítom, mert nagyon sokat videóztam, videóztunk. Úgyhogy, de szerintem jó lesz. És akkor itt a mai napnak vége is lesz, 3:48 lesz, 6 perc múlva, 7. Köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. És köszönöm a feliratkozásokat, lajkokat. Aki esetleg még nem iratkozott fel, azt különnek köszönném, ha megteszi. És akkor holnap Ágikával valamerre fogunk menni, hogyha jó idő lesz. Bízok benne, majd még kitalálom, hogy mi lesz az úti cél. Annácskának köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a részvételt. Jó volt. Jó volt. Örülök nekik. Na, sziasztok.